Roman Abramovics és Vladimir Putyin neve is szerepel a ciprusi pénzügyi szektort átvilágító nyomozásban. Oknyomozó újságírók feltárták, hogy orosz oligarchák 100 milliós vagyonokat ruháztak át, majd játszották ki a nyugati szankciókat. A császti korábbi tulajdonosa kihasználhatta a Cipruson létrehozott bonyolult pénzügyi hálózatot, hogy megkerülje az UEFA pénzügyi fair play szabályát. Abramovics számos ügyletének egyike, amikor 2010-ben 40 millió dollár értékben adott cége részvényeiből az orosz elnök két bizalmasának. Egyikük a panama iratokban is említett Szergej Roldugin csellista, akit Putyin pénztárcájaként emlegetnek. A ciprusi elnök ígéri, hogy minden ügyet kivizsgálnak. Senki sem áll Ciprus hírneve felett. Rengeteg próbálkozás történt az évek során. Az új kormány hatalomra kerülése, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szankciói után megszigorítottuk a jogi kereteket. Minden a sajtóban megjelent állítást ki fogunk vizsgálni, és ez már folyamatban van, jelentette ki a ciprusi államfő. A több médiacsoport által végzett vizsgálat egy több mint 3,6 millió dokumentumot tartalmazó adatszivárogtatáson alapul, amely az 1990 és 2022 között végrehajtott tranzakciókról szól, és csaknem 100 orosz állampolgárt érint, akiket a Krím egyoldalú 2014-es annektálása óta szankciókkal sújtottak. A most nyilvánosságra hozott adatok arra utalnak, hogy Ciprus fontos pénzmosoda volt Oroszország számára, és hozzájárulhatott Putyin ukrajnai háborújának finanszírozásához. Az ügynek magyar szála is van. Az Orbán kormány energiaügyi miniszterének, Lantos Csabának volt egy titkos ciprusi cége 2010 előtt, abban az időben, amikor a Fidesz keményen támadott másokat ciprusi üzleteik miatt. Derítette ki a Direkt 36, a nemzetközi tényfeltáró projekt magyar részvevője.